azért állítottam össze ezt az előadást 2004-ben, mert abban az időben egy Paludi Gyurka bácsi elég sokat szerepelt a bulvár sajtóban, és mindenféle negatív kritikákat kapott olyan emberektől, akik igazából nem is ismerik a munkásságát és az életét, és felületesen ítélkezve hoztak elmarasztaló véleményeket. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni azt a Paludi Gyurka bácsit, aki nem csak Villon, és nem csak a Villon átköltései, mert az ő költészete is legalább olyan jelentőségteljes és izgalmas, mint a Villon fordításai. Majd indulunk, legifjabb én fogom a lámpást, sietek elől, derült kedvemben a fényt hátrafordítom, s botorkálok. Mindnyájan így megyünk az éjszakában. Mécsünk, a nyomunkban jövőknek világít, nem nekünk. Másnak világít, engem elemész. Bukdácsolok rossz úton, csenevész bokrosban, nem baj, bennem a derű. Szívem mélyén gyűlt össze a nehéz, tömör reménység. Úgy, mint keserű kávé alján. A méz. És azon túl egy olyan páratlan életet találunk benne megörökítve, amiből azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk. A jó baráttal boroztam, hogy szívvel és szóval láttam, mintha reggelig meg kéne halnom. Mindezt azért, mert folyton féltem a hajnaltól, melyen nem lesz barát, se bor, se ébredés. Érez így más is, de agyába gyűri. Ám én a homlokomban hordtam ezt. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetőzött. Minden elmúlik. Amit látják, nem sok mindenre van szükség az előadáshoz, de azokra a minimális kellékekre mindenképpen szükségem van, hogy meg tudjam valósítani lehetőleg azt a varást, ami végigvezeti önöket is, Gyurka bácsinak az életét. Úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi fasor avarán. De földön úgy szerettem járni én. Vagy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy. Villon. Je me veux de ce auprès de la fontaine, Scholtemet et Rambel de Nader. Eleanor hajamban turkál, lábát kitárja, és halántékomra fonja. Fülemben déli tengerek zenélnek, arccsontomon teljes kalács a combja. Ajkamat rápréselem szemérmére, és úgy fúrom bele boldog nyelvemet, mint udvarló nyomja az ajtórésbe. A rózsaszín, szerelmes level. Kérem az önök fantáziáját, hogy képzelje el a megfelelő helyszíneket. Úgy gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ez az oldal, itt lesz a dzsungel. Ez az afrikai helyszín, illetve az emigrációs helyszínek, Párizs, London, New York, Marokkó. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelenre múzsám. A halálfélelem. Nem jött rám álom, hajnaltájban a sikátorokban kószáltam. Két kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak, a papír tölcsérekre száradt mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. Két üres kezemet kitártam. Ne féljetek tőle, testvérek! Rendőr űz engem is, meg döglégy! Én is szemétládában élek. És így nyalom az elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Középen mögöttem lesz a budapesti helyszín. Szemet hunyok és újra felidézem az álmomat. Már kívülről tudom. A ligeten átmegyek a városba, a hősök terén, a Sztálin úton. Az elején minden szép.
rügyező fák, napfény, pár bárányfelhő, gyerekkocsik, sétálók, tarkaság, féloldalt könnyű szellő. Az ég egyszerre elszürkül, köröttem se járművek, se emberek, se fák, a talpam felhólyagzik, a kegyetlen gránit kockákon sietek tovább, szűkülni kezd az út, és egyre jobban. Már csak sikát van, most a házfalak még közelebb csúsznak egymáshoz, mindjárt csuklómhoz érnek, most a vállamat súrolják, két könyökömmel próbálok utat nyitni magamnak, nem lehet! És a jobb oldalon lesz, önöknek bal oldalon a AVH börtöne, valahol itt elől a Recski munkatábor. Kérem, képzeljék el a megfelelő helyszíneket, a megfelelő milliót ahhoz, hogy azok a versek, amiket a Gyurka bácsi leírt és én elmondok, azok megfelelőképpen életre kelhessenek az önök agyában. Tudtam, mi vár rám, és futhattam volna nyugat felé, amikor még nem zárták le drót sövénnyel az utat, és később is, mikor jó barátok vezettek volna ki. De csak maradtam. Miért? Kíváncsiságból. Azért is, mert már túl sokat bolyongtam, és mert ez a város a hazám, meg a földem, és mert tudom, hogy a versíráshoz jó ihlető a szenvedés, és mert kell, hogy megörökítsem azután, hogy kiismerem-e társaságot, mely mezítlen képét mutatja ideben. Azok ott már több éves rabok. Halálfehérek, nyugodtak, csendesek. Mi új rabok vagyunk, akiknek inge véres. Ne nézd a különbséget. Rab és rab. Egyre megy. Hogy Alfred de Musée-nek szebben virult a nyár, e század gyermekének rosszabb mahorka jár. Nem nősz magasra itten. Kattogni kezd a sín, mit elmulasztott Hitler. Behozza a Sztálint.